Hello, bajnok! Számodra a box az brutalitás? Nem, semmi esetesen brutalitás. Egy nagyon szép, férfias és kemény, de játék. Amikor bemész a ringbe, kitől köszönsz el? Azért megyek be, hogy bebizonyítsam, hogy jobb vagyok annál a srácnál, és ez egy hatalmas nagy érzés, amikor sikerül legyőzni, de semmiféleképpen nem egy háború, tehát amielőtt el kéne búcsúzni, hogy most egy nagy csatába megyek, vagy egy ilyen esetleg soha nem térek vissza onnan, hogy pajzsodom vagy pajzsod a módszerrel. Ez játék. Azt mondják a boxolókra, hogy jó nagy bunkók. Ki mondja? Nagyon nagy, úgymond nagyon nagy emberek művelték, lásd nálunk Széchenyi, vagy angoloknál Jack London, az amerikaiaknál volt egy pár elnök, aki a főiskolás éve alatt bunyózott, az oroszoknál is hatalmas nagy írók. Te világbajnok vagy, és hajszál hiány olimpiát is nyertél. Atlantában mi lesz? Nagyon messze van még Atlanta, de azt hiszem, hogy mivel nem sikerült Barcelonában az olimpiát megnyernem, egyetlen egy cél lebeghet és lebeg a szemem előtt az, hogy Atlantában végre sikerüljen a nagy álmom. Soha nem akartam én olyan nagyon nagy sportoló lenni, ez így folyamatosan alakult ki, de egy jó három évvel, amikor minden összejött és elkezdtem nyerni a versenyeket és ment a bunyó, akkor elhatároztam és eldöntöttem, hogy hatodik, ha szakad, egy olimpiai bajnoki címet nem másnak, nem a nagy misztikum miatt, hanem csak magamnak oda be a vitrínbe hátra szépen, hogy ott bent legyen, hogy én is oda belekerüljek abba a kevés ember közé, azok közé, a kevés emberek közé, akik olimpiát nyertek ennek az országnak, mert szerintem ez egy borzasztó nagy dicsőség. Agresszív ember vagy? Nem hiszem. Most nagyon agresszív a világ. Szereted a békét? Világéletemben békepárti voltam. Azt hiszem, ha valakitől, ez bárkitől megkérdezed, ez még a legagresszívabb ember is azt mondja rá, hogy szereti a békét. Én nem csak, hogy szeretem a békét, én igénylem is a békét, tehát én nem is bírok egy agresszív ember társaságában sokáig megmaradni, vagy egy agresszív közösségben. Nekem a családi béke és maga az a földbéke, ez nagyon fontos ahhoz, hogy nyugodtan ébredjek, nyugodtan teljen el a napon. Ha $1 millió felajánlom neked a vasárnapi turnix, hogy menjen profinak, feladnád az olimpiai vágyadat? Nagyon gonosz kérdés. Most ilyenkor azt kéne mondani, hogy nem. Ez nagyon gonosz kérdés, Leci. Tudom, mit nyerd meg az olimpiát, és utána nyerjél egymás után zsinórban három profi világbajnokságot. Köszönöm szépen. Akkor hello, bajnok! Hello, bajnok! We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions.